jöhet a következő, igen, meg elalszik, akkor végre a művésnek. Azt mondták. Na tehát, ugye azt mondtam, hogy van a reaktorban beépítve egy neutron forrás, ami elindítja a láncreakciót. Neutron forrást ezekkel a gombokkal lehet mozgatni, beküldeni vagy kihúzni a zóna közelétől. Azt is említettem, hogy a két biztonságvédelmi rúd, az teljesen ki van húzva a zónából, mikor a reaktor üzemel. Tehát úgy kezdődik a reaktor indítása, mármint nem a reaktor, a reaktor úgy indítál, hanem a teljesítményének a növelése, hogy beküldik a neutronforrást, és utána kihúzzák a két szabályzó rúdat, köztiból ideadhatod. Kihúzzák a két biztonságvédelmi rudat, az ilyen azok, amikor felső helyzetben jönnek, ezek a lámpát jelzik, utána elkezdik felhúzni a kézi szabályzó rudat és a automata szabályzó rudat is. Ezek itt mutatják, hogy ez a rendőr megy fölfelé, illetve digitálisan ki van, kijelleztetik itt, hogy milyen, mennyire vannak kihúzva ezek a rudat. Ezek a műszerek mutatják a detektorokból érkező elektromos dolgozzák fel a jeleket, és ahogy növekszik a reaktor teljesítmény, ugye egyre nagyobb intenzitású áram folyik ott, és akkor innen lehet leolvasni, hogy milliamper, ezek is milliamperben vannak, milliampert mérnek, csak másban vannak kalibrálva, más van kiírva oldalára. És akkor ezekkel lehet leolvasni a reaktor teljesítményét, illetve a digitálisan is itt ez a műszer mutatja, amikor üzemel a reaktor, wattban mennyi a teljesítmény. Amikor, mint tudom én azt mondom, 10 kW üzem kell, mert olyan program fut a reaktoron, az operátor átkapcsol automata üzemmódba, és attól kezdve csak az a dolga, hogy azért néha ránézzen itt a műszereket, de akkor a számítógép ellenőrzi meg vezérli a reaktor. A hiba következik be, ugye mondtam, három a lámpa mező van, ez a két, a sárga meg a piros. Ezek közül, hogyha valamelyik hiba bekövetkezik, akkor az adott hibának megfelelő lámpa elkezd pulzálva világítani. Az operátor tudja, hogy melyik mit jelent, és akkor kijavítja a hibát, visszaveszi kézi vezérlésbe, például kijavítja a hibát, és akkor mehet minden tovább. Ha nem tudja kijavítani, és a képből sárga lesz, a végén a sárgából piros lesz, a sárgát is ki tudja elvileg javítani, tehát be tud avatkozni. Ha ide tartozó hiba következik be, akkor már csak azt tudja megállapítani az operátor, hogy miért állt le a láncreakciót, tehát a számítógép miért állította le a reaktor teljesítményét, tehát itt már nem tudja avatkozni. Tehát ez a külső biztonságvédelem, és akkor nem lehet a belső biztonság. Szokott el lenni? Szokott. És ezt milyen súlyban kapcsolja be ezt a reaktort? Például ma délután fog üzemelni, mert lesz valami hallgató gyakorlat. Kb. 20 perc kell ahhoz, hogy nulla teljesítményről 100 kW-ra felnöveljék a reaktor teljesítményt. Tehát nem egy megdurranás, már ilyen értelemben.
Tehát akkor kapcsolják be, amikor igény van rá. Mindig egy hétre előre kell csinálni egy beadott programot, a portál neki meglátják a beadott program, az oktatási program, be vannak írva maguk is, hogy most 12-re jön a látogatócsoport, vagy hogy délután ott van ilyen gyakorlat lesz, és akkor milyen beadott teljesítmény kell. És mit csinálnak a keletkező energiával? Semmit. Tehát... van egy szekunder hűtőkör, a víz hőmérséklete, a hűtővíz hőmérséklete 8 órás üzem után körül 43-45 Celsius. Hát nem lehet vele semmit csinálni. Hogyha most azt mondja, hogy fűteni, mert minden többet kerülne a kerintető szivattyúknak az energiaellátása, mint amit az egész munkai. Tehát semmi diszipáló, itt a szekunder körbe elviszi a víz a város, az ipari csatornát. Tehát ez a vezérlőkút, hogy szembe a falon vannak a mindenféle adatgyűjtők. Azt nem mondtam, hogy 20 darab DMC van elhelyezve az épület különböző helyein, leginkább azokon a helyeken, ahol várható, hogy megnövekszik az aktivitás, ez a sugárzás intenzitása, és akkor vészjelzés ad az a figyelő rendszer. Az épület egyébként zárt, nem lehet az ablakokat kinyitni. Központi szellőztetéssel van ellátva, friss szűrt levegő jön be, és az eltávozó levegő mérés után, sugárzás mérés után egy csőrendszerbe kerül bele, egy csőbe, amelyik a mellettünk van egy nagy magas, hát egy 5 emeletes kiveskódás épület, ott van egy kémény, és ott megy ki az a levegő, amit érjük ki. Például, amikor volt a Csernobili baleset, akkor mindig benn kevesebb dózist kaptunk, mint aki az utcán sétált, meg az elhagyja a körbe dolgozott. Mert ide szűrt levegő jön be, meg hát minden olyan van szűrt levegő jön be, ott kevesebb dózist. És egyébként? Finomabban, te. Nagyon fiatal vagyok. Hey.